A Nemzetközi Eurázsiai Ornitológiai Kongresszust az első három alkalommal Görög és Törökországban rendezték, hiszen az alapötlet négy török egyetemtől származik. A tavalyi kongresszuson, melyet Lesbos szigetén tartottak, a Bajai Eötvös József Főiskola, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Kiskunság Madárvédelmi Egyesület közösen elvállalta, hogy 2012-ben Baján megrendezi az immár negyedik összejövetelt. A megnyitót csütörtök délelőtt, korán sem teltház előtt rendezték, ám a tervek szerint az első három napban 18 országból érkeznek vendégek, a zárónapon pedig az összes magyarországi madárgyűrűző beszéli meg az aktuális kérdéseket. A három nap alatt több mint 50 előadás, illetve poszteres publikáció látható a Műszaki Fakultás épületében. A konferencia jelentősége Magyarország számára elsősorban a török és a görög szakértők jelenléte, hiszen a költöző madarainkat csak úgy tudjuk megvédeni, ha a vonulási útvonalokon is védik őket, és ez az alkalom egy jó lehetőség az egyeztetésre.